Januárban vette át a labdarúgó MB2-ben jelenleg kieső helyen lévő Ujjanc Kozár irányítását a korábbi Újpest játékos és vasas tréner Szanyó Károly. Stadion tavattak azóta, őt négy meccsre eltiltották. Öt meccsen nyeretlen csapata a helyzetről és a kilátásokról beszélgetünk a vezetőedzővel. Jó reggelt kívánok, Szerusz Jó reggelt. Nem tudom, ugye Weber Gyuri a Sparival süllyed és szenved most. Uh, ti most ugye Kozármislányban kieső helyre csúsztatok. Van valami ex-újpestieket sújtó vírus a levegőben, az MB2-ben? Hát remélem nincsen, és abban is bízom, hogy senki nem von párhuzamot köztem és a Weber Gyuri között. Hát nem januárban, február 1-én vettem át a kozármislányt. Akkor már négy hét elment a felkészülésből, tehát az nekem abszolút kimaradt. Ahhoz pedig, amit én szeretnék játszhatni a csapattal, ahhoz egy tökéletes állóképességre van szükség. Próbáltunk pótolni itt ö, szezon közben. Volt egy szünetünk, ami egy kéthetes válogatott szünet MB2-ben, amit mondjuk nem értek, de megvolt. Mindképp... Jó, világos. Magyarul azt mondod, hogy neked lehet, hogy jó jött, de de egyáltalán nem jó egyébként a, a, a bajnokságra az, hogy hát, ilyen kéthetes szünet Szerintem van. semmi értelme nincsen, meg ö, nekünk se jött jól, mert ö, ugye az előtte lévő mérkőzéseken ö, otthon megvertük a nyíregyházát, Sopronba elmentünk a 93. percbe egyet, a Sopron, tehát mondhatni az, hogy egy jobb szériában voltunk, mint jelenlegi helyzetünkben, és miután azt mondja, hát utána elkezdődött, folytatódott a bajnokság, akkor belekerültünk egy negatív sorozatba, amiből most hétvégén talán ezzel az egy ponttal, amire túl büszkék nem lehetünk, de, de minden pontot meg kell becsülni, talán indulunk fölfelé. Na most azt mondnak, hogy miért ugrottál bele ebbe a kalandba, amiben ugye <laughs> türelmi idő nem volt. Tehát ez nem az a helyzet, amikor összeválogatom a keretet, fölkészünk, végigcsinálunk egy helyzet, ami itt a porótóval kellett érkezni. Szereted a trillereket? Abszolút, abszolút, de ami ami a elvállaltam ezt az egészet, voltak más lehetőségeim is, tárgyaltam is más klubokkal. MB2? 2 igen, de megmondom őszintén, hogy itt éreztem azt, hogy maximálisan számítanak rám. Nem felidézve a múltat, mármint a vasasra gondolok, hogy ugye azt a vasast is kieső helyen vettem át, és végül is fölmentünk a negyedik helyre, de, de egy picit bevonva ezt is a tulajdonos úr ö, abszolút bízott meg én úgy gondolom, hogy jelenleg is még bízik bennem. Van hátra nyolc mérkőzés, nekünk egyértelmű cél a bemaradás, és én úgy gondolom, hogy a, a keret összetétele alapján, ami nem túl hosszú, tehát ha van egy eltiltásunk vagy sérülésünk, akkor, akkor elég nehezen tudok pótolni, csak fiatal, ugye az köztudott, hogy én szeretem őket, de nem váratom el tőlük, hogy itt mérkőzéseket döntsenek el egy ilyen kiélezett helyzetben. Úgyhogy, úgyhogy ö, nekünk egyértelmű az a cél, hogy most bent maradni, megtartani az MB2-es tagságot. Na most viszont te mennyire vagy pótolható egyáltalán ezek az izgalmak, mert ez egy nagyon izgalmas tavasz számatokra eleve a feladat, ez megtépázt az idegeidet, ezért kaptad ezt a négy meccses eltiltást? Hát. Ö, egy partjelző affér vagy konfliktus miatt? Ö, igen, 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 igen. Hát ez egy <kül> hosszú történet, szerintem a műsorod most elég rövid lenne, de úgy dióhéjban annyi, hogy ö, ez már múlt történelem. Seoul meccsen letöltöttem a, a, az én úgy gondolom, hogy súlyosnak mondható eltiltásomat. Egy biztos, hogy, és itt is kimenem jelenteni országvilág előtt, az, ami a jegyzőkönyvbe bekerült, az az én számból nem hangzott el. Valóban elhagytam a technikai zónát, sőt, lehet azt is mondani, hogy vehesebben reklamáltam, hogy egy teljesen egyértelmű szituációból hogy lehetett szöglet az ellenfél javára. Uh, és uh, hát a legnagyobb meglepetésem volt az, amikor a, a mérkőzés után megtudtam, hogy mi került a, a jegyzőkönyvbe. Uh, hát azonnal jeleztem is a, a játékvezetőnek, hogy, hogy uh, hát ez nem korrekt, meg nem fair, hogy egy olyan dolgot próbál uh, a negyedik játékvezetőnek természetesen uh -huh. rám uh, verni, ami nem történt meg. Szerintem mi sem bizonyítja jobban azt, hogy hogy. hogy én, én se tudom már bebizonyítani, de hogy nem hangzott el, az ellenfél kispadjáról padjáról is kaptunk egy levélben egy nyilatkozatot, amiben ők is alátámasztották, hogy az, ami a jegyzőkönyvbe bekerült, az biztos, hogy az én Te számomra. Tehát ilyen rondoságokat nem mondta? Hát ez biztos. No, eh, azt mondd meg, hogy eh, miért éppen Sándor Tamás választotta segítőnek? Hát, Gondolhatában van a Dombi-Tibire is, hogy minden nap elfúson Debrecenből devre is? Igen, lehet, hogy most a Dombi-Tibire nagyobb szükség lenne a jobb szélem, mondjuk mellettem a kispadon. Ö, de de Tamással elég hosszú a, a kapcsolatunk, ez már visszanyúlik ilyen tizenéves korunkra. Együtt ö, nőttünk felcsepelettünk a a válogatottban, majd ifi válogatottban Később, amikor már mind a ketten abbahagytuk, és ugye. Így volt az a bizonyos olimpiai. Így van az olimpiai, olimpiai is, fellépés is. Így abban, van. Abban, igen. Így van ö, akkor, akkor utána elég sokat beszélgettünk itt a, a futballról, elég hasonló a, a, a nézetünk, és én úgy gondoltam, hogy vele hogy kiegészülve meg fogjuk tudni oldani ezt a feladatot, ami én úgy gondolom, hogy meg is lesz oldva itt a szezon végére. Na most, ahogy erre te már utaltál is, és egyébként róla tudható, aki figyeli a referenciádat, hogy te alap, alapvetően a támadó és látványos futball híve vagy. Mit sikerülhet megvalósítani egy ilyen helyzetbe, amikor van egy csapatod, nem talakítottat ki a keretét, és a feladat az, hogy hát szóval cél futball, elkerülni a kiesést. Hogy lehet a kombinálni, a te elveidet és a, a valóságos helyzetet? Én még most is azt mondom, hogy egy csapat úgy nem tud bemaradni a másodosztályban, hogyha betolja a buszta kapu elé, és csak arra törekszik, hogy ne kapjunk ki, ne rúgjan az ellenfél gólt. Valamikor gólt is kell szerezni. Tehát akkor lehet a Békés Csaba elporulása. Ö, számunkra? Igen. Nem, mert miatt kikaptunk öt hmm. egyre, úgyhogy nagyon Már nem... úgy értem, hogy úgy kéne játszani egy csapatnak, hogy a Békés Csaba játszott. Igen, igen, hmm. igen, 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 abszolút ö, ö, ők is rámentek a, 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 látványosabb dolgokra, tehát a támadó futballra. Talán itt ez a hétvégi Szeul elleni mérkőzés, ami, ami, picit most hülyen tükrözi a jelenlegi állapotunkat, hogy a 12. másodpercben az egyik csatárom a golvonalon szinte a golvonalon tudott luftot rugni. Én úgy gondolom, ha elmegyünk egy sereghajtó otthonába, aki hát ki lehet mondani, hogy már kiesett az MB2-ből, mert nincs rehajtása annak, hogy bent maradjanak. És a 12. másodpercet tudunk egy gólt szerezni, az szerintem felír annak a csapatnak, aki kapja egy K.O.-val, és onnantól kezdve már nyugodtabban lehetne focizni. Most ezen a meccsen hiányzott egy, egy, egy egyéniség a csapatomból, egy olyan, aki, aki egy nyugodt cselt meg tudott volna csinálni, vagy egy utolsó pasznál, egy utolsó lehetőségnél egy jó döntést tudott volna hozni. Hát most a héten ezen próbálunk csiszolni, hogy egy picit megnyugtatni a brigádot. Van még 8 mérkőzés, mi csináltunk magunknak egy ilyen kis külön ligát. Ez le... 24 pont. <laughs> Igen, a proféta beszél belőle. Csináltunk egy külön kis ligát, a Csákvár, Budaörs, Kozármislény és a Cegléd. A Nyíregyházat azért nem mondom ide, mert hat ponttal van előttünk, de, de Nekünk most jönnek ezek a mérkőzések, itt meg lehet mutatni, hogy ki a legény a gáton. Na és akkor, tehát, tehát most itt a kisebb feladat, hogy ennek a miniligának a, a hát megnyerése, vagy ebben a, a jó szereplés, a közvetlen a riválisok, akik szintén Így a kiesés ellen harcolnak. Így van, abszolút, és hát közben mondjuk van hazai pályán például egy Balmazújváros, kellenek a pontok. Tehát kimond a kínálatlanul, itt most már ö, bravúra is szükség van, már mint ilyenre például, hogy mondjuk egy várost otthon két vára fektetünk, de hogyha mondjuk meg tudnánk verni azokat a csapatokat, és ugyanígy zajlik a bajnokság, hogy jelenleg, mert ö, nekik is, nekünk is szerencsénk volt, mert amikor mi nyerhettünk volna, és elléphettünk volna, a, az alsóháztól, akkor, akkor ö, ők nyertek, amikor ők nyertek, akkor mi vesztettünk, ö, tehát ö, nem tudtuk itt azokat a, a kijelezett szituációba abszolválni a mérkőzéseinket, amikor lehetett volna lépni fölfelé. Jó, tehát igazából itt most neked ezekben, a, ezen a nyolc mérkőzésen elsősorban lélektani feladataid vannak, mármint, hogy a koncentrációt próbáld javítani a játékosoknál, aztán majd <tosz> szép futball, stb. filozófiát lehet majd a nyáron egy felkészülésnél megcsinálni, de ez egy tűzoltó munka, mi van, ha nem sikerül? Ti akkor is hosszú távra szerződtetek? Hát ezt a tulajdonos úr fogja eldönteni. Másfél éves a szerződésünk, de én megmondom őszintén, hogy meg sem fordult a fejembe, hogy ez a csapat nem fogja megőrizni a másodosztályú tagságát. Én úgy megyek ki minden nap a pályára, próbálok önbizalmat önteni a játékosokba. Ez az egyetlen egy. A két hetes szünet előtt ez megvolt. A játék is azt mondhatom, hogy javuló tendenciát mutatott. Most megint azban van egy hetünk, ugye most nincsen hétközi forduló, rendezni kell a sorokat, és rá kell lépni arra az útra, amire amin rajta voltunk a, a szünet előtti időszakban. Ha sikerül, akkor milyen terveid vannak ezzel a csapattal, mekkora lesz a mozgástér kereterősítése, átalakítása, és hova szeretnéd elhelyezni az MB2 térképén a következő szezonba, Hát. Hát. Ennyire előre szaladni nem szeretnék. Annyi, hogy csak a saját filozófiámat tudom elmondani. Most is nagyon sok játékossal vagyok kapcsolatban, főleg a fiatalabb generációval, itt mondhatom a 97-98, ugye adott egy szabály, hogy két játékosnak pályán kell lenni. Ha lecserélem, akkor ugyanúgy egy fiatalnak kell a helyére beszállni. Végig fogom nézni ezt a, ezt a kis listámat, le fogom hívni a játékosokat, lesz két-három nap, amikor fogok velük ismerkedni, és amennyiben tovább folyik a munka itt nyártól, akkor szeretnék egy, egy, egy nagyon ütőképes fiatal kis társaságot, olyan játékosokat, akik esetleg a későbbiekben innen tovább tudnak lépni, tehát egy ugródeszka lenne tulajdonképpen nekik kozármisleny. Ez egy becsmágyó bagány van, de, 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 azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy uh, ott a, a, Baranya megyei régióban is vannak olyan fiatal játékosok, akikre már uh, szemet vetettünk, tehát uh, egy picit szeretném, ha lokál patrióta is lenne a társaság, tehát, tehát lenne kapcsolódás. És uh, most ez itt nem egy, egy ilyen felhívás a, helyi srácoknak, de, de nyitott kaput dönget mindenki. Uh, hát egy jó csapatot szeretnénk itt összehozni, egy olyat, amelyik fölmeri vállalni a futbalt, amelyikben vannak látványos elemek, akiért érdemes kijönni egy mérkőzésre, mert akkor is, hogyha esetleg elvérzik egy-egy találkozón. Akikért megtelik az új lelátó. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm.